A könnyített amerikai vízumszerzési programban 40 ország vesz részt. Az Egyesült Államokba utazók az ESTA program révén könnyen és gyorsan jutnak belépési lehetőséghez. Ezen szigorított most az amerikai kormány és a 40 ország közül csak a magyar útlevéllel rendelkezőket érinti a szigorítás. Aki eddig estát igényelt és megkapta a vízumot, az két éven át többször is felhasználhatta azt. A szigorítás után csak egy évre adják meg az engedét, és csak egyszeri belépésre jogosít. Az amerikai kormány biztonsági aggályokat látott a kettős magyar állampolgárok esetében, és kikérte az érintettek adatait. Ezt a magyar kormány megtagadta. Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ elemzője a vendégem. Szervusz, jó estét! Jó itt volt most az adás elején Tózson Bence igazságügyi miniszter, és azt mondta, hogy nem fogják, eddig se adták ki, és aztán sem fogják kiadni magyar állampolgárok adatait, bármit is szeretne az Egyesült Államok. De szerinted miért van az, hogy pont a kettős állampolgároknak a különféle adataira kíváncsi az Egyesült Államok? Ez egy nagyon szokatlan lépés diplomáciában is, és egy barátságtalan lépés az Egyesült Államok részéről egy olyan állammal szemben, ami a szövetségesük. Tehát a NATO-ban szövetségesek vagyunk, és a nyugati blokkhoz tartozunk, a Amerika pedig egy nagy birodalom az albirodalom az az Európai Unió. Látjuk, az előbb is szó volt róla itt német Szilárddal beszélgetve, hogy egy albirodalmi központból Brüsszelből hogy akarják megszabni például az energiaárakat Magyarországon. Igen, az amerikai Egyesült Államok vezeti ezt a koalíciót, és nagyon barátságtalanul viselkedik egy olyan országgal szemben, amely nem mindenben osztja a véleményét. Például háború kérdésében szembe megyünk azzal az állásponttal, amit ők képviselnek, de Magyarországnak ez az érdeke, hogy szembe menjen, hiszen magyar kisebbség él Kárpátalján, Ukrajnában, és ezeknek az embereknek az adatait akarja, akarta az Egyesült Államok megszerezni, hogyha látjuk, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok között milyen szoros szövetség van, titkosszolgálatilag is, és katonailag is, és a kormányok között milyen átfedések vannak, elég Joe Bidenre gondolni és a fiára, akkor hát a gyanú az elég erős, hogy ezeket az adatokat, ha, hogyha Magyarország kiszolgáltatta volna, akkor az Egyesült Államok továbbadta volna Ukrajnának, és Ukrajnában tiltott a kettős állampolgárság, hát tehát a magyaroknak tiltott, mert hogy a kormányban is több, több, állampolgársággal rendelkező miniszter van, tehát ott büntetik a kettős állampolgárokat, a magyarokat is büntették volna. Az egyik amerikai szervezet intézet a Twitter oldalán bírálja kifejezetten a Biden adminisztrációt, illetve az elnököt. Ebben azt írják ebben a bejegyzésben, hogy Biden 7 millió embert engedett ellenőrizetlenül a déli határon, de megbünteti a NATO szövetséges Magyarországot, mert nem eléggé hámbur és LMBTQ párti. Tehet a -e Magyarország ez az intézkedés ellen bármit, hogyha ez csak egy politikai támadás az Egyesült Államok részéről? Tehetne, de a szövetségesünkről van szó. Egyébként ez a lépés a magyar sajtóban láthatóan közfelháborodást, meg a közéletben közfelháborodást okozott. Azért nem tömegeket érint, azt azért szögezzük le, tehát nem az elsődleges célja a magyaroknak, hogy az Egyesült Államokba utazzanak. Az a szerződés, ami eddig érvényben volt, az persze szűk. Műkül, mert hogy, mert hogy egy évig lehet ezt már csak igényelni, eddig két évig lehetett, és egyszer lehet ezt az utazási engedélyt. Ez utazási engedély, tehát turisztika, tehát idegenforgalom, tanulásra például nem lehet, és munkára sem, üzleti útra például lehet igényelni. Ez egyébként nem vízum, hanem beutazási engedély, pontosabban fogalmazva. Tehát a beutazási engedélynek a jogát, a jogkörét szűkítette az Egyesült Államok, és valóban egy ilyen pitián lépésnek tűnik, mert hogy délen az Egyesült Államokban az illegális migráció nagyon erős, és a Joe Biden vezette az amerikai baloldali progresszív kormány, az pedig szabad utat ad ennek az illegális migrációnak. Most kérdezhetjük, hogy akiket ott nem ellenőriznek a határon, azok nem okoznak nemzetbiztonsági kockázatot, de azok a magyarok, akik átmennek egyébként, kitöltik ezeket az űrlapokat, ez az EFTA űrlapot, csak a, szinte a lábméretet nem kérdezik meg, az Egyesült Államokba belépve is mindenki találkozhat vele, hogy szigorú ellenőrzés van, ugyanúgy, mint például Izraelben. Tehát mindent leellenőriznek, és ezért is értetetlen és pitián tűnik ez az Egyesült Államok beli hozzáállás ehhez a kérdéshez. Igen, viszont nem csak Magyarországnak van ez a háború álláspontja, mint amelyet képvisel. Itt más ország is azt mondja, hogy itt békét kell teremteni. Nem biztos, hogy jó ötlet, amikor mi fegyvereket, pénzt adunk, és egyéb ö, támogatást adunk Ukrajnának. Mégis valahogy minket találnak meg az Egyesült Államok is. Miért fontos ennyire Magyarország, Amerikán? Láthatóan, hogy a Magyarország az elmúlt tíz évben Magyarország szerepe, ahhoz képest, hogy mekkora ország vagyunk, és geopolitikai értelemben is mennyit számítunk a világ szempontjából, felértékelődött. Ugyanis egy ilyen jelző lámpa, fény vagyunk a sötétségben Európában, mert hogy ez a gender ideológia szinte mindent elborít, most a háborús pszichózis is szinte mindent elborít, és a normalitás, a jobboldali nemzetben való gondolkodás, és a határon túli magyarokkal kötött szövetség, az, hogy visszafogadjuk őket a nemzetben, be, amit egyébként Gyurcsányék a baloldali kormány megtagadott tőlük, sőt, kampányt vezettek ellenük. Tehát ez felháborodást vált ki egy ilyen progresszív kormányból, mint az Egyesült Államok kormánya. Láthatjuk, hogy milyen nagykövetet küldtek Magyarországra, aki politikai aktivistaként lép fel, mint egykor az egyik ügyvivőjük, emlékezhetünk 2014-15-re, amikor az ügyvivő politikai aktivistaként mutatkozott, de ő egy ügyvivő volt, ő pedig Pressman úr pedig a nagykövet lép fel politikailag egy ilyen liberális aktivistaként Magyarországon. A következő lépés lehet, hogy már tüntetéseket is fog szervezni, várjuk ki a végén. Rétvári Bence úgy reagált erre az amerikai híre, hogy Magyarország minden egyes konkrét amerikai rendészeti megkeresés ügyében eljárt, a büntető égi felelősségre vonás megtörtént, a jogszabálysértőket megfosztották magyar állampolgárságuktól. Akkor miért a többi kettős állampolgárt akarják akár így büntetni? Nem csak a kettős állampolgárokat. Hát a, nyilván, hagyar, a többi összes út, magyar, aki ki akar utazni igen, Amerikába, mindenki. mindenkit, így de van. ők az ürügy. Így van, ők a belli ezek szerint bár ne legyenek azok természetesen, mert ezeket a kérdéseket diplomáciailag meg lehet oldani. Az Egyesült Államokkal kiváló gazdasági kapcsolataink vannak, nagy beruházók vannak Magyarországon, tehát van egy üzleti érdek, van egy gazdasági érdeke az Egyesült Államoknak, és látszik, hogy van egy olyan progresszív kormányzat, ami nem szívleli a jobboldali nemzetben való gondolkodást, és minden megtesz annak érdekében, hogy a globális erők itt is hatalomra kerüljenek, ezért is a Guruló dollárok, nem véletlenül a holdudvarokhoz tartozó körök támogatták az itthoni ellenzéket, hogy hatalomra kerüljenek, befolyásolni szerették volna a magyar politikát. Te látsz összefüggést a guruló dollárok ügye között, az amerikai nagykövet folyamatos kritikája, illetve a mostani döntés között? Hát ez egyértelmű, az amerikai nagykövet ellenzéki politikusokat lát vendégül például Gyöngyösi urat, aki nem olyan régen még pont az ellenkezőjét mondja, mint a mostani álláspontja. Ilyen gyors színeváltozásra azért a világpolitikában meg a magyar politika történetben is ritkán akad példa, mint ahogy a Jobbik elnöke ezt megtette. De igen, van, van összefüggés a dolgok között, semmi sem véletlen. Természetesen befolyásolni akarják majd a következő választásokat is, nem csak az országgyűlését, hanem az önkormányzat itt is. Erre mérgetvehetünk azért. Mind roktam, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.